Konferenciát tartott a Tolna megyei szakképzési centrum a Nemzeti Pedagógus Kar megyei szervezetével együttműködve. A program legfőbb célja az volt, hogy az oktatás különböző szereplőit, vagyis az általános iskolákat, a tankerületeket, a szakképzési területen dolgozókat közelebb hozzák egymáshoz. Egy fővonalat is kitűztünk pont emiatt, mert hogy azt szeretnénk, ha a pályorientáció témakörét járnánk körbe, ezért aztán a mai meghívottaink is, meghívott vendégeink is ebben a témakörben fognak tájékoztatást adni nekünk. Az együttműködés az még egy tavaszi időszakról nyúlik vissza, amikor korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működtek a szakképzési centrumok, és akkor született egy megállapodás még a tárca és a Nemzeti Pedagógus Kar között ezzel az együttműködéssel kapcsolatosan, és ennek a megyei rendezvényeit szervezzük itt most Tolna megyében is. A centrum bemutatkozik részben, hiszen itt most lesznek olyan kollégák, akik nem biztos, hogy még ennyire testközelből ismernek bennünket, bár egyes iskoláinkat természetes módon igen, de összességében azért a nagy képet is látni kell. De nem csak a centrum mutatkozik be, hanem egy picit szeretném, hogyha a Tolna megyei foglalkoztatási paktumról is kapunk majd egy tájékoztatást, hogy azt is megismerjék a résztvevők. Egy picit a szakképzés aktualitásairól fognak nekünk egy előadást tartani az NSFH főosztályvezetője tolmácsolásában, illetve magáról a Nemzeti Pedagógus Karról, mint szervezetről is kapunk egy tájékoztatást. Mai napot úgy tervezzük, hogy egy pódiumbeszélgetéssel zárjuk, ahova viszont már a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit is, gazdasági szereplőket, duális partnereinket is meghívtuk, hogy egy ilyen moderált, de mégiscsak kötetlen beszélgetés kapcsán járjuk körbe a pályorientáció témakörét. Ez arról szól, hogy a szereplők hogyan tudnak közösen gondolkodni, és nekem ez sokkal-sokkal fontosabb, mint egy formális együttműködés, mert a szereplőknek az együtt gondolkodása, a közös célok, a közös feladatok kitűzése és azoknak a közös megvalósítása jelenti egyébként azt az előrelépést számomra, ami egy ilyen rendezvénynek a hozadéka és egy együttműködésnek a hozadéka. A Nemzeti Pedagógus Karnak minden állami fenntartású intézményben dolgozó oktató a tagja, egyfajta szakmai érdekvédelmi szervezet. Pedagógusok, illetve az oktatás mindennapjaival foglalkozik, rengeteg tagozata van, területi szervezetei, és nagyrészt például mi továbbképzéseket, illetve információ áramlásokat végzünk, valamint az oktatás politikai döntéshozók felé közvetíti az elnökség azokat a jó dolgokat, meg hát a problémákat is, amik kezelhetőek. Kancellár úrra egyetértettünk abban, hogy már 7. osztályban fontos elkezdeni a pályorientációt, amiben ahogy a szakképzés, illetve a középiskolák lehetősége az, hogy kiközlik a szülők felé a választási kínálatot, az általános iskoláké pedig az, hogy a gyerekeket próbáljuk terelni a megfelelő irányba. Erre például már létezik a pályorientációs mérőeszköz, amit kitöltenek a gyerekek, ez egy teszt, és egy nagyon jó irányvonalat kapnak, felméri a képességeiket, az érdeklődési területeket, és javaslatot tesz arra, hogy milyen szakma felé érdemes tovább mozdulniuk, egészen odáig, hogy feltünteti azokat az intézményeket, ahol ezekkel a szakmákkal foglalkoznak. Ez 2 éve megy az általános iskolákban, 8. osztályban kötelező, 7. osztályban mi mondjuk megcsináljuk. Nagyon élvezik a gyerekek, és hasznos dolog. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is részt vett, köszöntőjében elmondta, hogy nélkülözhetetlen a pedagógusok munkája. Azokban az intézményekben, ahonnan önök érkeztek, az emberi világ készül. Az önök iskolái nevelik azokat a gyerekeket, akik az ott megszerzett tudással alakítják majd tárgyi emberi világunkat. Az a tudás, amely az önök keze alól kikerülő fiatalok birtokába jut, építi fel jövendő világunkat, teszi élhetővé mindennapjainkat, és nyit utat az egyén eredményeire építve egy társadalom sikerének. Hatalmas felelősség nyugszik az önök vállán, mert nincs az az akadémiai szintű tudás, elmélet, praxis, amely nélkülözni tudná a kétkezi munkát, a gépek irányítását, a folyamatok lebonyolítását, ellenőrzését végző szakembert. A jó szaktudással lépnek jövendő munkájaikre fiataljaink, az a felemelkedésünk biztosítéka,
Ám ha nem tudnak megfelelni a kívásoknak, az a jövőnket emészti fel. A kihívások száma pedig vége láthatatlan. Ha békés világot élnénk, akkor is nap mint nap szembesülnének a frissen munkába lépők a világ folyamatos változásával, ma azonban még a békés világ is csak ábránt. Korszerű gyúrást szeretne mindenki közvetíteni, ugyanakkor nagy nehezen kibokozható, hogy holnap mi lesz, ami még ma korszerűnek mondható. Felkészült fiatalokat szeretnének látni mindenütt, sokszor magunk sem tudjuk pontosan, mi mindennek kell még felkészülni. Az alpolgármester hozzátette, hogy a szakképzési konferencia kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a jelenlévők ebben a bonyolult világban mindannyian folyamatosan kutatják a továbblépés lehetőségét.